hanem mint az embernek az eredete, ahonnan származik, és amikor ez megérintődnek, ugye erre már tudunk több példát is mondani, hogy egyszerűen átmennek, kimennek a karámokon. Tehát, mert lehull a gondolkozásunkban minden olyan korlát, amit addig felépített bennünk a tudatlanság. Mert ha nincs ez az identitás az embernek, akkor valamilyen szervezeti identitásunk lesz. Hogy én ide tartozom, meg oda tartozom, meg amoda tartozom. Ezek ugyanaz, mint amit a Pál mondott, én az Apollós irányzat vagyok, én a Páli irányzat, én az XY kongregáció, meg az XY. Ez mind testi dolog, és elválasztódást okoz. Egyedül az teszi össze, vagy teszi egyé az Istennek a népét, meg a Földet, hogy Isten egyé tette a Földet. És ezt fel kell ismernünk Krisztusban. Tehát ez nem egy New Age-es szöveg, hanem ez az a szöveg, amit az Efezus levélben mond, hogy ismét egybeszerkesztett magának mindeneket a Krisztusba. Pont az a baj, hogy nem a Krisztust prédikáltuk, hanem a mi szervezeti franchise üzenetünket. És ezért ugye, aki betette ide az igába, a karámba, az itt volt, és utána féltünk, hogy nehogy elmenjen, de ez az üzenet, ez már nem egy karámhoz tartozásnak az üzenete, senkit nem akarok ezzel megbántani, biztos mindenki érti, hanem egyszerűen Krisztusban egy új ember jelent meg, mindenféle szétválasztódás megszűnt. Ha ezt megértjük, akkor sokkal szabadabban tudunk kapcsolódni, a másik nem értelmetlenül. Megmondom őszintén, annak sincs értelme, hogy egyik gyülekezet a másik gyülekezettel programokat csinál. Szerintem nem sok értelme van. Hanem azoknak van értelme, amikor te tudod, hogy téged vele vagy összekötve valamilyen dologra, és azt elvégzitek. Ha egy kis dolog, ha egy nagy dolog, nagy dolog. De ezt nem tudja ember kormányozni, nem tudja egy pásztor, egy szervezet irányítani. Ez lehetetlenség. És ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha mindenki nézi magát és meglátja, és az alapján fog cselekedni. Jó, akkor tehát nézi, stb. Jó, erről már sokat beszéltem. Akkor a következő, tehát tulajdonképpen ennyi a szabadság tökéletes törvénye, ugye ez az egyetlen törvény, akkor ami most érvényben van, szerintem mindent elmondtam, meg erről fogunk egész életünkben beszélni. Az alapigénk, az a Jakab 1.25, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz a cselekedeteiben. De még egy gondolat, hogy én azt szoktam csinálni, én is állandóan gondolkozom az igén. Én úgy érzem, hogy a legjobb gondolat, ami az embernek lehet, az az igével kapcsolatos. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell, amikor vásárolsz, hogy ne írjál listát, vagy nem azt mondom, hogy ja, nem tudok listát írni, mert az igével van a fejembe. De azért, mert azok a gondolatok tartoznak igazán hozzánk. Isten gondolatai rólunk, az az Isten dicsősége. Azok beszélik el, hogy mi kik vagyunk. Tehát ez nem ilyen, hogy ilyen hívő életet kell élnünk, hanem az a normális gondolata az embernek, ami az Istennek a gondolata. Tehát azért fontos az, én azt gondolom, hogy foglalkozzunk azzal, hogy Isten milyennek, kinek lát bennünket, mert ekkor térünk az eszünkre. Tehát ekkor ismerjük fel az igazi állapotunkat, mint a kisebbik fiú is, hogy magához tért, vagy magába fordul. Ez az az állapot, hiába jár valaki gyülekezetbe. Egyszerűen, ha nem tér magához, nem azt jelenti, hogy nem az Istenhez, nem ismeri fel, hogy ő kicsoda, akkor elmegy az egész dolog mellette. Tehát úgy, mint a nagyobbik fiú. De a nagyobbik fiú otthon volt, de nem volt otthon. Ugyanúgy elment otthonról a szívében. Ugyanúgy azt mondta, nincs semmilyen, nem az nekem semmi, csak látszatra úgy tűnt, hogy minden izé volt. De mert nem tért, nem fordult magába, nem fordult ahhoz, hogy ő kicsoda. Ahogy a kisebbik fiú odafordult, azonnal érezte, hogy ez a ganaj, ami körülötte van, ez nem tartozik hozzá. De egészen addig, amíg ő elfelejtette, hogy mi volt, ki volt, teljesen jól érezte magát, dobzódva élt, stb. De amikor megtért, ez a megtérés azt jelenti, hogy felismerem azt magammal kapcsolatosan, amit Isten gondol róla. Mert a metanoia, a gondolkozás megváltozása, igen, az azt jelenti, hogy ugye amit felcseréltük az Isten dicsőségét emberi képekre, meg ilyenekre, most én felcserélem magammal kapcsolatosan azt, amit Isten gondol rólam. Ő pedig azt gondolja, hogy én az ő fia vagyok.
Ugye, amikor hazament, az apja azt mondta, ez az én fiam. Meghalt, de feltámadt. Ő akkor is az ő fia volt, amikor ott volt a disznó mellett. Ma bárki csak azért követel bűnöket, mert elfelejtette azt, hogy ő milyen ember volt. Ezért a bűn ellen nem az a harc, hogy harcolok a bűn ellen, ellenállok a bűnnek, hanem emlékezteted magadat arra, hogy ki is vagy. Ahogy ez pislákolni kezd benned, azonnal idegennek érzed. Nem, persze le van írva a Bibliában, múltkor valaki odaírta, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Persze, ellen kell állni. De előtte azon, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Halljátok Istentől azt, amit ő mond. Isten meg ezt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam. Mindenkor velem vagy, mindenem a tiéd, stb. Amikor ezt az ember kezdi érzékelni, akkor magától automatikusan változnak a cselekedetei. És ezért prédikáljuk ezt, amiről prédikálunk, és nem az, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, mert ez nem működik. Ez egy törvényességet hoz az emberek életébe. De amikor felismerik azt, hogy ők kicsodák, akkor változik. Figyeljetek, a körülménye is, meg a cselekedete. Ha a fiú nem tartozott volna, nem az apja fia lenne, akkor hiába gondol bármire, jól érezte volna magát a disznók között. De azért nem érezte jól, mert magához tért. Ezért nagyon fontos ez, hogy arra menjenek a gondolataink, hogy ki is vagyok én igazából. És akkor lehullanak azok a hazugságok, amiket a neveltetésünk vagy bármi belénk vert, érted? Mert te nem olyan vagy. Minden, amiben úgy nyilvánulsz meg, hogy ami ellentétes azzal, hogy Jézus nem így cselekedett volna, az nem te vagy. Tehát, ha rendesen ismered magadat, akkor úgy fogsz reagálni, megnyilvánulni, cselekedni egy adott helyzetben, ahogy Krisztus. De nem azért, mert betanuljuk a Krisztusról, vagy nem tudom, 10 millió recept van, hogy most mit mondana, így csinálna, a király mit ehetik, a király mit ihatik, a király mit öltözködhetik, meg mikor fekszik le a király, és egy ilyen mechanikus. Ugye itt szoktuk mondani, hogy amikor vagy beszélni erről, hogy amikor nézi és inspirálódik, vagy pedig mechanikus módon él az ember. Tehát ez a kétféle élet van, mechanikusan vagy inspiratíve. Hogyha nem térünk az eszünkre, akkor mechanikusan élünk. Halljuk, ami ide le van írva, de ott van a lepel a szemünkön, vagy a szívünkön, és ilyen cselekedetekként éljük meg a keresztény életet, és fárasztó és unalmas lesz. Viszont amikor kezdjük látni magunkat, akkor jön az élet belénk. Mert úgymond megtérünk az eszünkhöz, az eszünkre, térünk arra, amire Isten bennünket teremtett, és ez fog inspirálni bennünket. Olyan cselekedetekre, amiket Isten előre elkészített. Tehát ezért teljesen meg lehet nyugodni mindenben. Bármilyen baj van, pénzügyi, egészségügy, bármilyen probléma van, egyetlen egy dolgunk van, hogy nézni azt, akivé tett Isten bennünket, és abban inspirálódunk azokra az előre elkészített jó cselekedetekre, ami Istentől van. Ennél nagyobb biztonsággal nem lehet ember. Bármi is van, bármi is történik, nincsen nagyobb recept, trükk, vagy nem tudom én micsoda, mint ez, hogy az, akivé Isten tett téged, azt felismered, és abban inspirálódsz arra, hogy mit kell tenned. Ámen. A megerősítés, mondjátok velem együtt, mélyen belenézek a szabadság tökéletes törvényébe, szabadság tökéletes törvényébe, rajta keresztül megértem, hogy ki is vagyok igazából, és ez pedig inspirálja azt, hogy hogyan éljek. Ámen. Jó? Két rövid kérdés. Miben különbözik a szabadság tökéletes törvénye a régi törvénytől? Ki tudná megmondani? Igen? Igen. Jó, tehát azt mondja a Szofi, hogy a régi törvényben ugye be voltunk így skatujázva, vagy lekorlátozva, és az új törvényben pedig, igen, önzetlenül cselekszünk. Igen, olyan, ami Krisztus szolgálja. Jó? Jó? Oké? Okay. Így van. A régi törvényben ott nekünk kellett cselekedni, az ránk épült, az újban pedig Jézus megcselekedte már ezeket a dolgokat. Nagyon jó?
Így van, Jézus betöltötte a törvényt. Nagyon jó. Oké? Okay? Csak egy gondolat eszembe jutott, hogy ugye amikor a szabadság törvénye ez le van írva, csak olyan nagyon jó, hogy a törvényről mindig ilyen korlátozás jut az embernek eszébe. Tehát olyan, hogy ugye ami korlátoz, letilt, vagy kontrollál téged. De ahogy ma beszéltünk róla, viszont a szabadság tökéletes törvénye, ez pedig pont kijelenti a szabadságodat. És értek, nagyon fontos, amikor a kijelentés szót használjuk, ugye amikor azt mondja, hogy az evangéliumban az Isten megigazítása van kijelentve. A kijelentése az soha nem egy lehetséges dologról szól, hanem mindig egy valóságos dologról szól. Nagyon fontos. Igen, valóságos, nem látható, de valóságos meglévő dologról. A kijelentés az olyan, mintha ugye leszoktuk borítani, vagy a Miki ugye szereti leborítva legyen. Amikor én kijelentem a dobot, az azt jelenti, hogy leveszem a leplet a dobról. Akkor én nem csak arról beszélek, hogy lehet, hogy van ám itt egy dob, nézzük meg, hanem itt van a dob. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kijelenti a szabadság tökéletes törvény, ez téged jelent ki, vagy az evangélium az kijelenti a megigazultságot, az azt jelenti, hogy valóságosan megmutatja azt, ami ott van. Csak azért, mert ugye vannak ezek az ilyen bizonytalanságok, hogy ilyen akkor ha hiszel, akkor ha megvalod a bűneidet. Nem. Az evangélium azt jelenti ki, amit Isten már megtett. Hogy amikor nem is éltél, már megbocsátotta a bűneidet. Ezt jelenti ki az evangélium. Ámen. Jó, a következő. Hogyan viszonyul az, ahogy ismered önmagadat, ahhoz, aki igazából vagy? Ez egy kicsit ilyen Andrés kérdés. Hogyan viszonyul az, ahogy ismered önmagadat, ahhoz, aki igazából vagy? Ez akár ilyen élethosszíglani válasz is lehet ebből. Hogy? Igen, személyre szabott, és a személyre szabottal lehet rá válaszolni. Így van, egyébként ez tényleg olyan, hogy ez mindenkinél más, mert hogyan viszonyul ahhoz, hogy ismered önmagadat, ahhoz, aki igazából vagy. Ugye, mert itt csak két dologra utal egyébként ez a kérdés. Az egyik az, hogy aki igazából vagy, ez egy tökéletes, elvégzett, befejezett valaki. Ez az, amikor a 2 Korintus 3.18-ban azt mondja, hogy nézvén őt, mint egy tükörben, elváltoztunk az ő ábrázatára. Amikor őt nézed, amit ő mutat, ez egy végleges, befejezett, aki te vagy. De másik példa, amikor Isten azt mondja, vagyis igen, az ige a 2 Korintus 5-ben mondja, hogy megbékített bennünket magával, nem tulajdonítván nekünk a bűneinket. Ez egy elvégzett, befejezett állapot, ezért azt mondja, hogy béküljetek meg az Istennel. Tehát ugye az egyik dolog az, hogy a mennyire ismerted fel ezt, azt az állapotot, ami már el lett végezve, és fix, változhatatlan rólad. Isten megbékített téged magával, és azért mondja, hogy békülj meg vele. Tehát már ne gondold azt, hogy ő fenntart neked bármilyen bűnt, ami miatt, nem tudom, bármilyen zaklatottságba kellene lenned, bármit rendbe kellene hoznod Isten előtt. Nem. Ezeket engedd el, ezeket a dolgokat, mert ezek mind holt cselekedetek. Tehát békülj meg vele, békességesen legyél vele, mert ő téged megbékített. Itt nagyon fontos, hogy nem az angolban, nem a most angolul mondom ezeket a szavakat, nem a became, hogy váljál azzá, mert te azzá váltál már, hanem azt mondja, hogy legyél az, aki vagy. Tehát ezért van az, hogy ugye, amit szoktam mondani, hogy az ember azért cselekszik úgy, mert nem önmaga, nem tudja, elfelejtette, hogy kicsoda, és azért cselekszik úgy. Ezért meg lehet bocsátani mindenkinek, uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek, mert elfelejtették azt, hogy ki. Jó? Tehát az, aki vagy, az egy fix valaki, és az, akit amennyit ebből felfogsz, vagy amennyit megértettél, az pedig a te megértésednek a szintje, amennyit látsz ebből. Jó? Tehát azért van az, hogy mégis az ember küszködik az életébe, problémái vannak, mert te nem látja azt, ami igaz rá. De erre nem az a gyógyszer, hogy akkor küszködik, hanem az, hogy egyre jobban nézi, amit a Jakab levél mondott, hogy aki megmarad amellett. Vissza kell oda menni, mert ahogy nézzük, úgy változunk el.
Jó? Mert az a, ott azt én múlt időben mondtam, de igazából egy jelenidejű passzív visszaható szerkezetben van. Tehát magyarul, hogyha én nézem ezt a virágot, az ma tegnap is ilyen volt, holnap is ilyen lesz, 1000 év múlva is ilyen lesz. Mert örökké virágzó műanyag növény. Igen. Tehát ő nem változik. De ahogy én nézem, és nézem, és nézem, és nézem, és kezdek hozzáöregedni. Igen. Tehát akkor passzív módon változik el az én megértésem folyamatosan, ahogy nézem. Tehát magyarul ez az egyetlen dolog, ha lehet így mondani, amit az ember csinál, az, hogy lát. Ugye Jézus azt mondta, hogy amit látok, azt cselekszem. Ez ezt jelenti. Jó? És írj egy rövid fogalmazást a szabadságra, amit Krisztusban találtál. Ámen. Halleluja, drága Jézus, köszönjük neked, Uram, hogy te kijelentettél bennünket, Uram, magunkat, Uram. Köszönjük neked, Jézus, hogy mivel meghaltunk, Uram, nincsen tudomásunk, Uram, semmi, Uram, magunktól. A Pál is azt mondta, hogy ő nem ismeri magát, nem is ítéli magát, Uram, hanem az fogadja el ítéletnek, ami ahogyan te ítéled. Köszönöm, Uram, hogy mindaz, ami velünk történt, az egész életünkben valaha, mindenféle bajok, Uram, ilyen rövid utak, kanyarok, Jézus Krisztusom, mindenféle bántalmazások, Uram, minden, ami ilyen a lelkünkben, Uram, mindenféle torzulást okoztak, Uram, ezek meghaltak, Uram, veled együtt a keresztel. Uram, mi veled együtt meghaltunk, Jézus, és innentől kezdve te vagy az, aki kijelentesz bennünket, Uram. Köszönjük, Uram, hogy nincs ismeretünk magunkról test szerint, halleluja. Az, hogy mit érzünk, Uram, vagy ez a régi mozi, Uram, mit mutat, Uram, a bukás, Uram, hanem az, amit a te szellemed jelent ki. Drága mennyei atyám, ezért kérünk téged, hogy te jelents ki bennünket, hogy ezt elkezdted, Uram. Köszönjük, hogy ez véghez is viszed, hogy látjuk azt, akivé teremtettél, ezt az új teremtést. Uram, amivel nincsen zsidó, nincs görög, nincs magyar, nincs roma, Uram, nincsen török, Uram, semmilyen náció, Uram, hanem csak te vagy, Uram, Krisztus, halleluja. Krisztus van mindenkiben. Uram, köszönjük neked ezt, Jézus, halleluja. Uram, és hálát adunk annak, hogy ezen az alapon élvezhetjük mindenféle fajta különbözőségünket a nemzetiségünkben. A Jézus Krisztus nevében, mert te benned egy nép lettünk, testvérek lettünk te veled is, Jézus. Ámen.